Pászó ejteni. Szóval én reggeli után leraktam a recepció előtti levő egyik asztalra egy könyvvel együtt, Francis Schaeffer egyik könyve volt ott. Mire kijöttem a reggeliből, már csak Francis Schaeffer könyve volt ott. Zöld színű biblia, ehhez hasonlít, ha esetleg láttátok. Amúgy Ince Miki volt, aki kölcsön adta a bibliáját ma estére. Tehát őneki köszönhetjük, hogy van biblióra ma este, és nem csak dicsőítés. Hogy ő a ludasabb, hogy van biblióra, és nem csak dicsőítés. Tehát, hogyha ez a biblióra jó lesz, az Ince Miki bibliája miatt lesz. Ha meg rossz, az is az Ince Miki bibliája miatt lesz. Tehát, ha van nálatok biblia, valakinek kettő van, az biztos. Akkor nyissátok ki a János 15-nél. Amúgy ott hagytam a könyvjelzőmet benne. Figyelj, de az angol nyelvük tudják, hogy hátul kell lenni? If you need translation, we're going to have translation at the back through the headsets. So if you didn't go there yet, it's time to go there. So you would understand me. Nyissátok ki a Bibliát a János 15-nél. Ez csak nekem zúg ennyire, vagy nektek is zúg? Mitől zúgunk? Neil, hova mentél? Miért mentél el? És ilyeneket csinál az egész. Pedig ez nem szokott. Igen. János 15-nek első pár versét fogom felolvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Imádkozzunk. Mennyi atyám, én köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk ma este, és én csak arra szeretnélek kérni, hogy te szólj az igéden keresztül. Add, Uram, hogy megértsük a te igédet. Nyisd meg a mi szemünket. És add, Uram, hogy mindazt, amit az igédből olvasunk, azt el tudjuk fogadni személyes üzenetként ma este. Szólj hozzánk, kérlek. Jézus nevében. Amen. Ma egy olyan részről szeretnék beszélni, ami elég egyszerűnek mondható része a Bibliának. És valószínűleg a legtöbbötök már hallott erről tanítást, talán nem is egyszer. De ahogy a Biblia nagyon sok más részével kapcsolatban ez így van, néha a legegyszerűbb üzenetek a legmélyebbek és a legfontosabbak. Az, amit itt Jézus mond, és kijelent Istenről, annak van azért egy elég hosszú előzménye. Mármint nem ebben a hasonlatban, bár a szőlő hasonlatát már jó párszor használta Isten a Bibliában, hanem maga az a dolog, hogy kijelentést kapunk Istenről, hogy milyen Isten, hogyan viselkedik, hogyan írja le ő a világot. Tehát ez már egy ideje ment. Onnantól kezdve, hogy az ember elszakadt Istentől, és azóta, hogy nem sétálunk Istennel kéz a kézben az édenkertben, már a legtöbbünk úgy születik meg a világon, hát majdnem mindenki, sőt mindenki, hogy nem ismerjük őt. Tehát ez a világ valahogy elvesztette Isten ismeretét. És a történelem során Isten úgy gondolta, igazából elég hamar a bűnbeesés után, hogy a világot, ami elvesztette az ő ismeretét, azt újra a világot, vagy a világ... Hogy kell befejezni? Milyen ragot rakjak hozzá? Tehát, hogy a világgal meg akarja újra ismertetni magát. Meg akarja mutatni, hogy ki ő, szeretné kijelenteni magát ennek a világnak. Azt mondja a zsidók leveleinek az első fejezetének az első pár verse, hogy Isten már az atyákhoz is sokszor sokféleképpen szólt. És ez tényleg megtörtént. Tehát Isten kijelentette magát sok mindenkinek. Nem látom, azért búgok, mert itt van egy monitor. Lehet. Már nem búgok, csak én hallom. De búg. Tehát Isten kijelentette magát az atyáknak. Kijelentette magát Ádámnak, már egyből tényleg a bűnbeesés után. Beszélt Ábellel, Káhinnal, Noéval,
Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal. Kiválasztotta Izrael népét, és Izrael népének történelmén keresztül folyamatosan kijelentette magát, és nem egyszer történt az, hogy Izrael népe, vagy a személyek, akikkel ő együtt élt, ők nevet adtak Istennek. Tehát Isten ez, Isten az. Ez egy csodálatos dolog, amikor valaki nevet tud adni Istennek. Nem csak tudok valamit Istenről, hanem ő Isten, aki gondoskodik. Már én nevezem őt így. Nem csak hallottam róla, hanem én tapasztaltam meg így. És ebben a kijelentési folyamatban volt egy gyönyörű pillanat úgy 4000 évvel ezelőtt, amikor Isten találkozott egy emberrel, Mózessel, akinek átadott egy üzenetet az Izrael népével kapcsolatban, hogy ő meghallotta az ő kiáltásukat, és hogy ki fogja szabadítani őket. És kinyújtott karral, erős kézzel szabadítja ki őket. És akkor Mózes erre azt mondta, hogy mit mondjak? Ki az? Ki vagy te? Ki az, aki ezt teszi? Mit mondjak ezeknek az embereknek, akik már megint csak elfelejtették, hogy ki az ő Istenük, hogy ki vagy te? És akkor Isten azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Ami egyben beszél Istennek arról a tulajdonságáról, hogy ő maga az alapvető létezés, az állandó lét, az örökké létező. De egyben valahogy egy befejezetlen mondat is. Vagyok, aki minden vagyok. Minden, amire szükségetek van. És Isten, ahogy folyamatosan kijelentette magát, az utolsó, végső nagy kijelentése, a fiú volt. Azt mondja a zsidók levele végül, a fiú által szólt hozzánk. Aki az ő dicsőségének kisugárzása, az ő lényének képmása. És Jézus is így beszélt magáról a János evangéliumában, János 14.9-ben, 9-től a 11. versekig ezt mondja. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Tehát ő maga volt kinyilatkoztatás az atyáról. De még az ő összes cselekedete, az összes beszéde, ami Istenről beszélt, mert ő volt Isten a Földön, azon belül is ő maga is adott különleges kinyilatkoztatásokat Istenről, hogy milyen Isten. És ezek voltak azok a híres én vagyok mondásai, ahol valahogy Jézus befejezte azt a mondatot, amit Isten elkezdett hát akkor még csak 2000 évvel azelőtt, hogy én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világ világossága. Én vagyok a kapu. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az igazság, az út és az élet. És ezek közül, a kinyilatkoztatások közül az utolsó az, amit Jézus itt mond. Hogy én vagyok a szőlőtő. Az én atyám pedig a szőlős gazda. Ezek az egyik legmélyebb, rövid, tehát egymondatos kijelentések az élő Istenről, a világ mindenség teremtőjéről. És Jézus azon az estén, ahol elbúcsúzott a tanítványaitól, és az utolsó szavakat elmondta, az utolsó gondolatokat ott hagyta a tanítványoknak, fontosnak tartott, hogy még utoljára valamit kijelentsen az Istenről, és arról, hogy hogy is vannak a dolgok a világban. Amellett, hogy elmondta, hogy ő az atyához megy, hogy helyet készít nekünk, amellett, hogy elmondta, hogy az ő nevében mostantól kezdve mindenki fordulhat az atyához, és az atya megsegíti őket. Amellett, hogy elmondta, hogy elküldi a szent lelket, a pártfogót. Amellett, hogy elmondta, hogy szeressék egymást, mert ez az új parancsolat. Amellett, hogy elmondta, hogy ne lepődjenek meg, hogyha üldözni fogják őket. Amellett, hogy elmondta, hogy ő legyőzte a világot, bármi is történjék. Ezek mellett, a dolgok mellett, azon az estén szeretett volna megértetni még egy dolgot a tanítványaival. Valamit az életről. Egy utolsó nagy kijelentést adott Istenről és az Istenhez való viszonyunkról. És ahhoz, hogy ezt megértsük, egy nagyon egyszerű, pofon egyszerű képet használt, nem? A természetet. Nekem az annyira tetszik, azért ez a világ mégis Isten világa, nem? Tehát itt Isten bármikor lenyúlhat, és azt mondja, nézd, ez is erről rólam beszél, na, meg ez is rólam beszél. Tehát fog Jézus, és egy mezőgazdasági képet, egy természet törvényeit ábrázoló képet használ arra, hogy a legmélyebb dolgokat kijelentse Istenről. Elképesztő. És mi nem vagyunk mezőgazdászok legtöbben, azt hiszem, meg bortermelők főleg, nem?
tisztelet a kivételnek. De mi is megértjük azt, amit ő itt mondani akar. Egy képet vázolt föl az életről, hogy az élet olyan, mint egy, mi életünk olyan, mint egy szőlőskert, amiben vannak szereplők. Van az én atyám, a szőlősgazda, én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlőveszők, és vannak a gyümölcsök. Ugye a gyümölcsök, amiket már ismerünk. Egyszerű szavak ezek, de talán, ahogy az elején is mondtam, a legegyszerűbb szavak néha a legmélyebbek. Olyan egyszerű szavak, amik fölött elsiklik a szemünk. Mert ha ennek a négy dolognak megértjük a helyét az életünkben, az elképesztő változást hoz. Ugye mi már keresztény vagyunk, ismerjük, mi ez a négy dolog. Tudjuk, ki az atya. Tudjuk, ki Jézus. Nagyjából már tudjuk, kik vagyunk mi. Tudjuk, mik a gyümölcsök. A jó cselekedetek az életünkben. Vagy a jellemünknek a megváltozása, a jellemünkbe fakadó gyümölcsök. Vagy akár Istennek való szolgálat, az Isten dicsőségére termett szolgálat. Ezek mind gyümölcsök. De a baj az velünk, hogy gyakran nem értjük a szerepeket. Tehát ismerjük ezeket a szereplőket, de nem a jó helyre rakjuk be őket. Nem értjük azt, hogy mi hol vagyunk ebbe a képbe. Nem értjük az Atya, Isten az Atya helyét és szerepét az életünkben. Nem értjük Jézus helyét és szerepét az életünkben. És végül nem értjük a gyümölcsök helyét és szerepét az életünkben. És ha az egész megkavarodik, akkor nagyon nyomorúságos életet tud az képezni. Mert nem mindegy, hogy úgy szemléljük az életet, ahogy Jézus leírta ebbe a szőlőskertbe, Jézus szőlőskertjébe, vagy például a következőképpen. Képzeljük el, hogy Isten az Atya, a földes úr, aki várja a terméseket, akinek tulajdonában van ez a szőlőskert, de ő nagyjából csak az adószedés idején jelenik meg. És akkor is csak a tekintélyével és a hatalmával van ott, és azzal az elvárással, hogy számon kérje, amit termeltünk. Tehát az atya, lehet így elképzelni az atyát, hogy ő a földes úr. Ott köze van a szőlőhez, övé a szőlő, és nagyon is várja, hogy teremjen valamit. Mi vagyunk a szőlős gazdák, akiknek a dolga, hogy teremjen valamit ez a nyomorult szőlő. Jézus a jó szomszéd. Néha átjön, lehet vele beszélgetni, bátorít, mutat egy kis fogást, hogy hogyan kell kapálni, lehet tőle szerszámot kérni, vannak kedves szavai. A mi erőnk, az odaszánásunk, a kitartásunk, a belső forrásaink az igazi szőlőtő. Amire számíthatunk, hogy az fog majd életet hozni és gyümölcsöt hozni. A gyümölcsök pedig a cselekedetek, meg a jelenbeli változások, amiket inkább termelnünk kell, mint teremnünk. Inkább az olyan, mint egy árucikk, amit termelni kell. És hogyha eleget termelünk, akkor egyrészt Jézus jóba lesz velünk, mert mi is jó szőlőmunkások vagyunk, meg ő is, akkor már van közösség, meg amúgy sem hozunk szégyent az egész gazdaságra. Az atya meg nem lesz haragos, mert megvan az évi kvóta. És hogyha így festjük le ugyanennek az életnek a képét, ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor egészen más életet fogunk élni. Egy nyomorúságos és egy egészen lehetetlen életet. Ezért Jézus fontosnak tartja, hogy mielőtt elmegy ebből a világból, fölvázolja, hogy mi az élet. Hogy hol vannak ezek a szereplők. Azok a jól ismert szereplők, akinek mindegyikével mi tudatában van. Vagy mindegyikéről tudunk, és fontosnak tartjuk. Ki jelenti ezt az igazságot? Kezdve azzal, hogy az atya a szőlős gazda. Nem mi. Az atya a szőlős gazda, az atya valaki ebbe az egész képben, aki tulajdonának tekinti a szőlőt. Sajátjának, felelősséggel tartozik ezért. Emlékeztek, Jézus egy példázatot mondott egy gazdáról, akinek volt egy föld, amire tudja, hogy kincs van, és eladta mindenét, hogy megvegye. Mert tudta, hogy kincs van benne. Ő mindenét eladta Isten, mindent odaadott, hogy minket megvásároljon, hogy ez a föld az övé legyen. És ő tudta, hogy ezzel a földdel lesz munka. Pontosan tudta, hogy ez a föld ez nem egyszerű föld. De ő a sajátjának tekinti. És ő nem csak egy földes úr, akinek vannak gazdái, hanem ő maga a gazda. Ő gondot visel a földről, ez az ő felelősség, egy gazdának felelőssége, hogy a tulajdonában levő föld az teremjen. És nem csak az a felelősség, hogy üljön és várja azt, hogy legyen már valami.
Az atyát úgy mutatja be Jézus, mint valaki, akinek érdekeltsége, részvétele van a föld életében, a termésben. Messze nagyobb, mint az, hogy egyszer leszámolja, hogy mennyi a gyümölcs. Ő érdekli, és felelősséget vállal azért, hogy mi azokké az emberekké váljunk, akivé lennünk kell. Ez az ő munkája. Szőlős gazda. A János 3.17, ugye mindenki tudja János 3.16-ot, de János 3.17 egy elképesztő jó vers. Azt mondja, hogy mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem a világ üdvözüljön általa. Tehát Istennek az egész megmozdulása Jézusban nem az ítélet volt, nem a megítélés, hogy mi van, mi nincs, és akkor számoljunk el vele, hanem hogy üdvözüljön a világ. Ez a munkája, ez az atya szíve. Felénk, mindegyikünk felé, feléd és felém, hogy üdvözüljünk, hogy valami történjen bennünk, ami az üdvösség. És ez több, tehát ő ebbe dolgozik, és ezt nem csak számon kéri. Ő ebbe érdekelt, ebbe erőt fektet, ebbe belefektette mindenét. Belefektette mindenét abba, hogy a legszebb és legcsodálatosabb és leggyümölcstermőbb valakikké legyünk ezen a világon. Tehát Isten, ami szőlős gazdánk, így kezdi. Az Isten a szőlős gazda, és nem mi. Mi nem termelők vagyunk, nem gazdák, hanem vesszők. Mi nem termeljük a gyümölcsöt, hanem teremjük azt. És ezáltal a gyümölcsökkel kapcsolatban nekünk gyümölcsök köz nekünk valami sokkal mélyebb, és sokkal élettel telibb kötődésünk van. Mi magunk részesei vagyunk ezeknek a gyümölcsöknek, a gyümölcstermésnek. Ez egy természetes dolog. És a szőlőtő, a gyümölcsök forrása az nem az erőlködésből, odaszánásból és a mi elhatározásunkból származik. Nem az lesz ezeknek a gyümölcsöknek a forrása, hanem a szőlőtő meg Jézus. És a vele való kapcsolat, hogy mi, mint vesszők, vele kapcsolatban vagyunk, azok a forrásai a gyümölcsöknek. És ez természetes, és ezért a keresztény élet az sokkal inkább hasonlít egy kerthez, mint egy gyárhoz. Mit nem megtermeljük az életünknek a különböző elemeit, hanem itt természetes változások vannak, és nagyon gyakran nem elhatározásból, erőlködésből, odaszánásból fakadó változások. Ahogy egy szőlővesszőnek, ugye, nem kell dolgozni, és nem kell erőlködnie azért, nem kell belehalnia abba, hogy gyümölcsöt teremjen. Egy dolga van, hogy legyen oda kapcsolódva a szőlővesszőhöz, és az az élet, ami a szőlőtőbe van, az átjárja. És hogyha állandó kapcsolatban van ezzel a szőlőtővel, annak az élete természetesen átfolyik rajta, és ez gyümölcsöt hoz. Ez természetesen átfolyik, és természetesen jön a gyümölcs. És mi vagyunk a szőlővesszők, és Jézus pedig a szőlőtő. Ezt mutatja be. Egy ilyen intim és mély kapcsolatot. Mint hogyha azt akarná ezzel mondani, és tényleg ezt akarja mondani, hogy az ővele levő kapcsolattól függ azt, hogy az életünk mennyi és milyen Istennek tetsző gyümölcsöt kezd el teremni. Mint hogyha a mi életünk gyümölcsei, a jó cselekedetek, a megváltozott jellem, ugye? Azt mondja, a lélek gyümölcsei, szeretet, jóság, hűség, önmegtartóztatás, türelem. Wow, kedvesség. Ezek szelídség. Ezek mind ebből fakadnának. Meg a keresztény szolgálatnak a gyümölcsei is, nem? Tehát sokan azt hiszik, hogy jó, meg kell tanulni, hogy kell szolgálni, bibliaiskolába kell járni, amúgy nem rossz dolog, én is jártam. Meg mindenféle képzésen kell részt venni, és utána át kell esni azon a fölkészülésen, ami mindenképp szükséges, és utána csak a 6 lépéses tervet kell betartani, és akkor gyümölcsterem. De ez nem így működik. Nem ettől lesz jó egy gyülekezet, nem ettől lesz áldott egy pásztor szolgálata, hanem leginkább attól, hogy milyen kapcsolatban van Jézussal. Jézus az életforrás, ő a szőlőtő. És ez elképesztően felszabadító, hogy ahhoz, hogy az az ember legyek, akinek lennem kéne, az visz legközelebb, hogyha én csak élvezem Jézust. Amikor csak időt töltök vele, élvezem az áldásait, a feltétel nélküli szeretetét, a megbocsájtását, ilyen dolgokat. És ezek a dolgok szülnek bennem életet. Tehát én nem tudom, én soha nem voltam annyira kedves és szerető,
és elégedett az élettel, és szolgálatkész, amikor Jézus valami nagyon nagy mocsokságot megbocsájtott nekem. Tehát akkor az ember fülét, farkát behúzza, és élvezi az életet, és minden pillanatot ajándéknak kezel. És a szeretet, a jóság, a türelem, a megbocsájtás az úgy terem benne, magától. Csak azért, mert megbocsájtottak neki. Semmi elhatározás, semmi nekifeszülés nem kell hozzá, csak úgy kijön. Mert találkozott Jézussal, Jézus szeretetével és kegyelmével. És ő mégsem, tehát gyakran nem ilyen természetesen éljük meg a dolgokat, hanem ilyen ipari termelésben vagyunk. Tehát mindegyikünk, én is. És ennek az oka az sokszor jó dolog, tehát mi megértettük a megváltozott életnek és a jó cselekedeteknek a fontosságát az életünkbe. Tudjuk, hogy van szőlős gazda, aki azért várja a gyümölcsöket. Csak amikor látjuk ezeket, nagyon gyakran az első reakciónk, hogy erősen kell próbálkozni. De vannak itt ma szerintem olyan emberek, akiknek nem kell még erősebben próbálkozni, akármilyen is legyen szó az életedben. Tudom, hogy itt nagyon komoly gyümölcsök kérdéséről is van szó, tehát néha az, amire vágyunk, az nem az, hogy én megtérítsem fél Budapestet, hanem az, hogy meg tudjuk bocsájtani valakinek. Hogy tudjak jól dolgozni. Egy ember legyek, aki tud dolgozni, és ne legyek szégyen az egész egyházra, hanem tudok rendesen dolgozni. Hogy egy ember legyek, aki tud néha másokra is gondolni, saját magán kívül. És akkor az ember stresszelezni, hogy bárcsak ilyen ember lenne, és minden nap föl kell, hogy ilyen ember akar lenni. És nem megy. Vagy hogy olyan anya legyek, amilyennek lennem kéne, vagy olyan apa legyek, amilyennek lennem kéne. És ezek jó vágyak. Csak néha az embert annyira beborítja ez a vágy, hogy már szinte ez akadályozza meg abban, hogy Jézushoz menjen. Nem? Tehát néha én azt érzem, hogy én nekem nincs is nagyon jogom szabadon élvezni a Jézussal való kapcsolatomat. Mint hogyha oda mennék Istenhez, akivel beszélni lehetne ezekről a dolgokról, de a beszélgetésünk a következőről szól. Uram, én tudom, hogy milyen nyomvadt ember vagyok. De Uram, én nem akarok ilyen nyomvadt ember lenni. És Uram, kérlek, segíts, hogy ne legyek ilyen nyomvadt ember. És köszönöm, Uram, hogy reméljük, hogy segíteni fogsz, hogy ne legyek ilyen nyomvadt ember. Ámen. Mint hogyha másról nem nagyon lehetne beszélni Istennel ilyenkor, és én is ezt érzem. Tehát, mint hogyha Isten ott állna, tényleg, mint a földes úr, kis izi a fején, mit hoztál, és mint hogyha csak arról lehetne beszélni, hogy miért nincs az adó, miért nincs itt az adó, és milyen mentséget tudok fölhozni, és hogy mennyire megígérem, hogy jövő héten már itt lesz minden, és hogy csak adjon egy kicsi segítséget, és akkor már jövő héten jobb lesz a termés. Mint hogyha csak így lehetne Istenhez viszonyulni. Néha a gyümölcstermés kényszere választ el attól, hogy vele legyünk, és élvezzük azt a kapcsolatot, ami magát a gyümölcsöt meg tudná teremni. Mint hogyha Isten, aki tudja, hogy nyomorult üres emberek vagyunk, mint hogyha ő megvonná az egyetlen dolgot, amitől mások lehetnénk, az ő jelenlétét tőlünk. Tehát nem abszurd ez az elgondolás? Tehát az egyetlen dolog, amitől én igazán más leszek, az Isten jelenléte. De az egyetlen dolog, amit nem hiszek, hogy Isten nekem akar adni, az Isten jelenléte azokban a pillanatokban, amikor erre van szükségem, amikor nyomvadt üres valaki vagyok. Mint hogyha Isten meg akarná vonni azt az egyetlen egy dolgot, a szent lelkét, az ő jelenlétét, az ő életének forrását. Mint ha meg akarná vonni azt az egyetlen egy dolgot, ami bennem változást hozhat. Hát mennyire abszurd elgondolás. Hát ha valaki, akkor ő tudja legjobban, hogy enélkül semmire nem megyünk. És az elején az ember nem ilyen. Tehát amikor megtérünk, akkor aztán csak megyünk, mint a mosolygos kisgyerek a cukrosboltba, nap mint nap, tehát pofátlanul, tehát csak is a szánk széle, nem ettük meg az ebédet, de jövünk még cukorért, mert rájöttünk, hogy Isten van és jó. És ő meg megáld, és kifele menet, meg jó emberek vagyunk, és osztogatjuk a cukrot. Tehát, hogy az ember néha az elején olyan változásokat él meg magában, és olyan szabadságon jön Istenhez, miközben minden visszatekintve, tehát én 8 évvel ezelőtt én nagyon gáz ember voltam. Tehát a lehető leggázabb. De 8 évvel ezelőtt nagyon keveset gondolkodtam erről. Azon gondolkoztam, hogy Isten, Jézus, van, él Isten, milyen csodálatos ez. Hát ezt nem hiszem el. Hát van Isten, hát ez elképesztő, hogy szeret engem, és lesz mennyország. Jaj! Tehát ezek a gondolatok, ezek betöltöttek. És emlékszem az első napra, a megtérésem első, második napjára. Tehát az első nap még nem alakult annyira jól, a második napján. Arról napról nem beszélek, az elsőről. A második napján
Emlékszem arra két dologra, ami nevetséges. Tehát, hogy adtam egy hajléktalannak pénzt, de ti ezt nem értitek, én soha nem adtam hajléktalannak pénzt. Soha. Soha egyszer se. És így, mert nem, mert kellett cigire, meg drogra, meg piára, meg mindenre. Tehát én voltam, aki utcán kéregettem néha. És hazamentem, ez még durvább a hajléktalanosnál, és levittem a szemetet otthon, ami megint csak vicces, de... De ti ezt nem értitek, hogy én utáltam az anyámat, mindig is. És minden kérését gyűlöltem. Mindenét. És hazamentem, és nem azért mentem az, hogy jaj, most megtértem, és megtéréses cselekedeteket kéne csinálni, hanem kibuzdult belőlem az az érzés, hogy le akarom vinni ezt a gyomorult szemetet. Mert megtértem, mert van Isten. Mert most már tök mindegy, hogy mi van anyámmal, már bármennyi szemetet leviszek, mert van Isten. Voltak rosszabb napjaim azóta szemétlevéssel kapcsolatban. Már csak így maradtam volna. Tehát az élet legnagyobb és legtermészetesebb átalakulásai akkor ennyire egyszerűen megtörténtek. És mi változott azóta? Mi az, hogy nagy benőtt a fejünk lágya, és már nem hiszünk ilyen könnyen. Az változott. Az változott, hogy most már azt gondoljuk, hogy megváltozott ez a nagy kegyelmi rendszer ott a mennyben, és most már komoly adószedés, meg apek van, meg jönnek, és kérik számon, és itt erőlködni kell, csinálni kell, aztán lesz nem ulas. És persze a keresztény életben néha vannak nehéz pillanatok, amikor állhatatosan kell tovább menni, és oda kell szánni magad. És vannak pillanatok, amikor meg kell alázni magunkat keményen. Oda menni Isten elé, és verni a mellünket, mint az a vámszedő. Jézus példázatába, aki azt mondta, hogy bűnös ember vagyok, Uram. Én nem azt mondom, hogy legyünk flegmák, bénaságainkkal kapcsolatban, hogy á, Uram, te tudod csak megváltoztatni, és még nem változtattad meg, hát ez van, sajnálom. Én azt gondolom, hol van az az alázat belőlünk, amit Jézus leírt. Milyen volt ez a vámszedő? Ütötte a mellét, hogy könyörülj rajtam, Isten, bűnösen. Könyörülj rajtam. Néha mi meg úgy megyünk Istenhez, hogy Istenem, tudom, hogy ezt meg kéne csinálnom, és már ezerszer próbáltam, és nem megy, és elegem van, és tudom, hogy kéne, de nem megy, mindegy, punktum. Amen. És lehet, hogy nem megy, lehet, hogy ezerszer kéne, de mikor volt az, amikor úgy a velünket merve mentünk hozzá, hogy Isten, tudom, hogy mi van. Könyörülj rajtam bűnösen. Ó, Uram, segíts nekem. Én nemrég pont a szüleimmel való kapcsolatomban voltam így, hogy már annyiszor akartam őket szeretni, és jobban szeretni, és egy nap oda mentem Istennel, és nem sóhajtozta, hogy miért nem megy jobban a szeretet, hanem csak ott álltam, és azt mondtam, Istenem, én ezt csak könyörgöm, segíts, és nem is tudom, mikor sírtam én ezért, csak... De akkor ott az volt bennem, hogy én annyira nyomorult vagyok, segíts nekem. Én itt vagyok előtted. Változtass meg. Tehát én nem azt mondom, hogy az ember ne bánja a bűneit, a bénaságait. De mégis van egy szabadutunk Istenhez is. És Jézus, ahogy leírja ezt az egészet, egyet kér. Nem az, hogy próbálkozzunk erősebben a gyümölcstermésben, hanem hogy maradjunk meg ő benne. Ezt az egyet parancsolja. Maradjatok meg én bennem, akkor teremtek gyümölcsöt. Ez az élet. És elképesztő, hogy az én életemben hányszor ért egy afféle döbbenetes felismerés, hogy minden gond oka, minden kérdésem gyökere, minden erőlködésem és küszködésem forrása az, hogy nem táplálkozom Jézusból. Tehát, hogy erre vezethetem vissza. Hetek, hónapok őrlődését, kérdését erre az egy dologra vettem vissza, és mint egy hülye gyerek, aki 11-re tanulja meg ugyanazt a tételt, döbbenek rá, hogy ez tényleg. Hát ez itt a probléma. Nem tudom, nektek van ilyen? Meg szerintem van. Sokszor bennünk nem az a baj, hogy nem érdekel minket Isten. Néha az is baj. Nem az a baj, hogy nem akarunk gyümölcsöt teremni. Sőt, tudjuk, hogy kell gyümölcsöt teremni, és nagyon is tisztában vagyunk. És néha nyomorultabbul élünk, mint a világi emberek. Konkrétan nyomorultabbul élünk. Mert sokkal inkább értjük azt, hogy a mi cselekedeteinknek milyen súlya van. De sokszor nem az a baj, hogy ezt nem tudatosítjuk eléggé, hanem sokszor az a baj, hogy nem tudatosítjuk azt eléggé, hogy milyen forrásaink vannak. Hogy Jézusban az életnek milyen forrása árad az életünkben. Tehát sokszor a keresztény ember azt veszti el, hogy milyen forrásokból táplálkoztat, és nem azt veszti el, hogy milyen életet kéne élnie. Sokszor azért szégyeljük magunkat a nem keresztény ismerőseink előtt,
akik előtt olyan üres, kiégett, és ráadásul most már önkárhoztató életünk is van, ők pedig milyen vígan élik azt az egészen másikat, és próbáljuk nekik elmondani, hogy ők az üresek, mi vagyunk a telik. Néha ez azért van, mert az ember csak arról azt tudatosítja, hogy így gyümölcsöt kéne teremni, és egy meghasonlott élete van, mert nincs ennyi gyümölcs. De azt elfelejti, hogy milyen források vannak. Tudjátok, Isten a Bibliában ezer különbözőféle képen keresztül mutatta be azt, hogy ő az életnek a forrása. Az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. Beszél magáról, mint patakról, mint folyóról, ami beárad a pusztába, és termővé teszi azt. Ő tudja, hogy mi puszták vagyunk, és nekünk szükségünk van így az életre. Például azt mondja az Ézsaiás könyvének a 43. fejezete, hogy 18. 19. versek. Ne a régi időket, dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Vagy a 44. fejezet Ézsaiásban ugyanúgy a 2-től a 4. versekig. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyamében, és aki megsegít. Ne félj, szolgám Jákob, Jesúrun, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint a csatornák mentén a fűzfák. Vagy az Új Szövetségbe Jézus. Milyen pillanat lehetett, amikor Jézus fölállt a nagy ünnep közepén? Azt mondja János 7:37-től, 37-38. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Milyen pillanat volt ez, nem? Felállt Jézus, és így kiáltott. Azt mondta, ha valaki szomjúzik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus nem dicsült meg. Jöjjön hozzám mind, aki szomjazik, és igyék, és annak belsejéből élővíznek folyamai ömlenek. Hányan vagyunk itt, akiknek már az életéből nem ömlenek az élővíznek folyamai? Szárazok vagyunk, mint a pusztai pokor. Ha van ilyen. És Isten úgy mutatja be magát, mint élő folyót, mint élővíznek forrását. Vagy a János 4-ben, amikor Jézus találkozik a samáriai asszonnyal, az egész beszélgetésük erről szól. Ez az egész beszélgetés, hogy Jézus élő forrás tud lenni. Úgy kezdi a 10. versben, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom. Te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Ezt mondja János 4:10-ben. És akkor elkezd beszélgetni az asszonnyal. És utána azt mondja, az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te az atyáknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt a fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Soha nem szomjazik, örökké. Buzgó víz, örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. A mi életünk központja az, hogy ilyen forrás van az életünkben. A mi életünk erről szól. A kereszténységünk ez. Nem az, hogy gyümölcsöt termünk, és tudjuk azt, hogy még több, meg még jobb cselekedetek kellenének. Hanem az, hogy létezik a mi életünkben egy ilyen forrás. És ez nem egyszerűen a gyülekezetbejárás, vagy a bibliaolvasás, vagy az imádkozás, vagy a közösség, vagy a szolgálat. Mert az ember ugye végig gondolja, hogy akkor hogy van ez is, hogy is van ez a forrás? Annyira tetszik a nőnek ez a kérdése. A nőnek a kérdése az erre a mondatra egy egészen természetes kérdés. Én annyira szeretem ezt. Tehát, Uram, honnan vennél vizet, ha még merítő edényed sincsen? Ha ez a víz milyen edénybe jön? Vagy hogy jön ez a megelégedés? Milyenek vagyunk, nem ilyen edényekbe gondolkodunk, hogy Jézus, akkor mi lesz most az én életemben? Mit teszel, mit adsz, mi lesz, amitől nekem lesz életem? Mert mi az egész életünket úgy éltük, hogy ilyen kinyithatós vizes palackokból ittunk, vagy kutakból merítettünk.
És keressük, hogy milyen elhívásom lesz, milyen ajándékaim lesznek, milyen tárgyakat kapok, milyen barátokat kapok, milyen történések lesznek, amik életet adnak. Mint a világban, mert a világi emberei is ebből merítik az életüket. Történésekből, tárgyakból, eseményekből, elhívásokból, reménységekből, ambícióból, pozícióból, minden ilyen dologból. És mi is keressük, hogy Jézus, hol van ez? Mit kapok? Merre? Mi lesz? És elfelejtjük, hogy a legtöbbünk életében volt valaha egy forrás, ami életet adott, ami semmilyenből nem jött, ami nem emberek elismeréséből jött, nem abból, hogy nagy dolgokat tettem le, nem abból, hogy megkaptam valamit, amire nagyon vágytam, hanem csak egy forrás, csak úgy, az életnek a forrása, merítő edény nélküli. Csak jó kedvem volt, és élet volt bennem, csak amiatt, hogy tudtam, hogy Jézus velem van. Én emlékszem a megtérésem utáni napokra, hogy csak mert Jézus velem volt. Mert van Jézus, mert van Isten. Az elég volt. Fölkeltem is, már nem kutattam, mint régen az agyamba, hogy na miért érdemes fölkelni? Mi lesz ma? Mi fog történni? Hanem csak arra keltem föl, hogy ki van velem ma. Hogy ez komoly. Ez tényleg komoly. Évek tértem, és van Isten. Tehát fölkeltem, és vigyorogtam, hogy ez ilyen világon nincs. Hogy ez mégis igaz. Hogy az ember, amit az egész életében gondol, és reménykedik, és vágyakozik, és kutat az élet után, kiderül egy nap, hogy igaz. Hogy minden happy endről szóló történet az igaz, és lesz happy end, és én megtaláltam. És van Isten, és én megtaláltam. Van Jézus, és én megtaláltam. És ez elég volt. Nem kellett több. Nem kellett tudnom az elhívásom, nem kellett tudnom ezt vagy azt, hogy hogyan lesz. Ez elég volt. Jézus nem merítő edényekbe gondolkodik. Jézus azt mondja, hogy az élővíznek forrása fog fölfakadni belőletek. Ebbe gondolkodik Jézus. Ebbe. Hol van az a forrás mi bennünk? És hányszor ért engem az a döbbent felismerés, hogy már nincs ott. Hogy nem tudom, hol van. Van úgy, hogy mi már más kutakhoz járunk. Erről keményen beszél ám a Biblia, hogy az ember elmehet más kutakhoz. Meríteni olyan kutakból, ami már nem elégít meg. Vissza azokhoz a kutakhoz, amikből régen merített. A pozícióm, a teljesítményem, az elismerés, tárgyak, egy ember vagy több embernek a szeretete. Hogy ezek adjanak életet. Ezekből merítsünk erőt, jókedvet, reményt egy következő nap megélésére. De sokan azért vagyunk szomjasak, mert ezek nem elégítenek meg. És Isten egy részen a Bibliában nagyon keményen beszél erről a Jeremiás könyvében. A Jeremiás könyvének második fejezetében szinte így a világot hívja bizonságú hitetlenkedve a népével kapcsolatban. Azt mondja, hogy Jeremiás 2:10-13. Keljetek csak át a Kittiek szigetére, nézzetek szét, küldjetek Kádérba, és jól figyeljetek, lássátok meg, fordult elő ilyesmi. Cserélte pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De az én népem fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon. Így szól az Úr. Tehát az Úr azt mondja, hogy hát felhők, láttatok már ilyet? Komolyan. Mert kétszeres rosszat cselekedett népem. Engem, a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztározókat váljanak. Repedezett falu víztározókat, amelyek nem tartják a vizet. Hogy fölcserélnek engem valamire, ami nem is tartja a vizet. Amiből nem is lesz soha megelégedés. És sokan így vagyunk, hogy más forrásokból remélünk megelégedést. És talán azt reméljük, hogy Jézus segítsen ezekben, hogy ezek jól működjenek, ezek a mi forrásaink, nem? Tehát imádkozunk hozzá, hogy működjenek. Hogy ebbe látjuk Isten segítségét. Hogy segítsen ezeket a kutakat életbe tartani, meg tisztán, meg hogy nagy vödör legyen, meg ilyenek. De ő többet akar tenni, mint hogy segítsen abban, hogy a mi kis forrásainkból még tud jobban, vagy a mi kis kutainkból, víztározóinkban még inkább tudjunk meríteni. Ő többet akar tenni. Ő nem hallgatja meg gyakran azokat az imádságokat, amik arról szólnak, hogy ó Uram, attól, hogy még jobban menjen a munka, mert az az én életem. Abba találom az értékemet. Vagy ó Uram, add meg, hogy legyen még több pénzem, hogy megvegyem mindazt, amitől azt gondolom, hogy életem lesz, hogy jobb lesz. Vagy ó Uram, add meg nekem, hogy ne legyek ilyen béna, hogy jobban szeressenek azok, akiknek a szeretetétől függök.
Ó, Uram, adj még barátokat. Mert én mindig barátokból merítettem. Ó, Uram, áld meg a családomat, a gyerekeimet, a férjemet, hogy végre azzá váljanak, amivé akarom őket tenni, hogy végre azt érezzem, hogy milyen jó az életem. Ó, Uram, adj nekem egy barátnőt. Adj nekem egy barátot. Adj nekem férjet. Adj nekem feleséget. Mert ebből lesz életem. Attól, hogy még menőbb és sikeresebb legyek. Tudjátok, sokszor Isten ezt nem hallgatja meg. Nem azért, mert ezek nem rossz dolgok, ezek nem jó dolgok, ezek mind jó dolgok. Ezek mind jó dolgok, az életnek fontos részei. De ezek azok a dolgok, amiktől mi függünk, mint az élet forrásától, akkor ezek rossz dolgok. Akkor ezek rossz dolgok. És ennek a nőnek az életében, itt a samáriai nőnek az életében volt egy annyira drámai mondata Jézusnak. Azt mondta, hogy amikor miután Jézus azt mondta, hogy adjál nekem az élő vízből, és valahogy így van ez mindegyikünkkel, hogy amikor mi oda megyünk, hogy Jézus akarunk belőled meríteni, akkor Jézus néha egy rávilágít az életünknek a hamis kutyaira. És azt mondja ennek a nőnek, hogy jól van, hozd ide a férjedet. Hozd ide azt, amitől te reméltél eddig életet. És azt mondja a nő, nincs férjem. Nincs. Nincs. Nincs életem. Nincs életem ebbe. Egész életemben abban reménykedtem, hogy majd a férfiak elégítenek meg, és itt vagyok, és ez a kút nem elégített meg. És lehet, hogy lesznek itt emberek, akik egy nap kimondják, hogy nincs férjem. Nem, a férfiak nem elégítettek meg. Nem ment. Nem működnek a kapcsolataim. Nem vagyok olyan sikeres, mint amire egész életembe vágytam. Nem szeretnek úgy az emberek, mint ahogy én mindig gondoltam. De ez nem baj. Mert az élet forrása nem ezekben van. Ezek legyenek inkább az életünknek a gyümölcsei. És Jézus azt is mondta, hogy az atya néha megtisztítja, megmetszi ezeket a szőlőresszőket. És lehet, hogy vagyunk úgy az életünkben, hogy mi azért nagyon vigyázunk, hogy ne legyünk függői más dolgoknak, kutaknak, csak Jézusnak. De még mi is, mert ezt mondja Jézus, akik gyümölcsöt terem, azokat megmetszi. Még mi is találhatjuk ott magunkat, hogy azt kérdezgetjük magunkat, hogy mihez kezdjek. Tehát, hogy mi van most az életemben? Konkrétan mit csinál Isten? Tehát úgy lógok a levegőbe. Nem látom, hogy honnan, hova mennek a dolgok. Mi az, amit Isten csinál? Hova tartok? Mi az életem elhívása? Nem tudok semmit sem megfogni. És néha elvisz Isten olyan helyekre az életünkbe, hogy igazából nincsen semmink, amire úgy rá tudnánk mutatni. Csak Jézus. És ez nem baj. És ez nem baj. Ez a legkülönlegesebb időszak. Mert ráébredsz arra, hogy nincs párom, nincs elhívásom, lehet nincs munkám se, nem szeretnek az emberek. Tehát most nem szeretném, hogy ez legyen veletek. De ki tudod mondani, hogy ez nem baj. Mert az életem egy helyről fakad, a szőlőtőről. És én átmentem ezen az időszakon. És lehet, hogy még át is fogok újra menni. És van úgy, hogy egy ember, aki már átment ezen, és évekig gyümölcsöt termet, és szilárdan állt, újra belemegy egy ilyen időszakba. Mert Isten úgy dönt, hogy meg kell metszeni azt a szőlőtőt, hogy még inkább az élete, vagy szőlőveszőt, hogy még inkább az élete a szőlőtőről fakadjon. Hogy még inkább több gyümölcsöt teremjen, mert még több élet van benne. Ugye, én nem vagyok kertész, de azért láttam ilyet, hogy így lenyiszálják a növényt, és akkor az nagyon csúnyán néz ki, és utána kinő a növény, de sokkal nagyobb lesz. Illeszítek bele azt a növényt, amit gondoltok. És ez így működik, hogy Isten néha visszavág bennünket. Az utolsó centig néha mindent elvesz, és az ember ott lebeg a semmiben. De amikor az utolsó centig vissza van vágva az a vessző, akkor is van élet benne, mert a szőlőtőn van. Akkor is van élet benne, és lehet élet bennünk. Nem akármilyen, hanem örök élet. Ez a mi életünk Jézusban. Ez, amiért mindegyikünk él, legyen az pásztor, vagy tegnap előtt megtért ember. Emlékszem, a múlt heti konferencián beszélgettem a Phillel, és arról beszélgettünk, hogy igazából a mi életünk
öröme, és ő sokkal régebb óta van a szolgálatban, mint én. De az én élete, meg az ő élete legnagyobb öröme az Jézus. Ez a mi életünk. Tehát ugyanaz az öröm forrása, mint a megtérésünkkor. Ugyanaz. Tehát nem az van, hogy majd az ember pásztor lesz, akkor majd hú, de nagyon van élet benne, mert a pásztorokban van, másban meg nincs, hanem én ugyanabból a kútból iszom, ugyanabból a forrásból, és ugyanaz a szőlőtőből fakad az életem. És tök mindegy már, hogy ennek eredményeként milyen gyümölcsök jönnek ki. De az életem megvan. És arról is beszélgettünk a Fille, hogy a szolgálat mennyire elképesztően nem ad semmilyen megelégedést. Semmit. Tehát én olyan csontszáraz, üres ember tudok lenni, annak ellenére, hogy itt állok és bibliaórákat tartok, hogy az nem kifejezés. Abban nincs élet. A szolgálat csak cselekedet, csak gyümölcstermés. És én is ugyanazokban a kicsi dolgokban tapasztalom meg az életet és Jézust, mint mindenki más. Néha a legkisebb jó cselekedetekben nagyobb, jobban megtapasztalom Jézust, mint egy nagy bibliaórában. És néha sajnos egy tegnap megtért ember jobban megéli az életet, mint egy 20 éve pásztor. Éppen emiatt, mert jobban tudja, hogy miből fakad az élet. Jézus a mi mindenünk. És tudjátok, minden embert, akit ő használt, Mózes, Dávid, Pál apostol, mindegyiküket átvitte egy időszakon, amikor mindent elvett tőlük, hogy olyan emberek legyenek, akiknek egy dologban van az élet, és az Isten. Hogy emberek legyenek, akik megtanulják, hogy egy dologban van élet, és az Isten. Hogy egy dologban találjanak biztonságot, életerőt, jövőt, jókedvet, hitet, reménységet, szeretetet, és az Isten legyen. Mert ez létezik, mert van egy forrás. Dávid király élete milyen elképzelhetetlenül jó volt, nem? Tehát ott van, elveszít mindent, az otthonát, barátait, a családját, a pozícióját. Menekül a király elől. És azt olvassuk a Sámuel 22-ből, hogy bemegy az Adulám barlangjába, és emberek oda jönnek hozzá. Dávidnak abban az időszakában, Dávid életének azon időszakában, amikor nem volt semmije, mindenféle nép odasereg lett hozzá, mert az Úr jelenléte benne volt. Találtak benne valamit. Mekkora kincs, ami ilyen emberek lehetünk, hogy amikor nincs semmink, akkor is fakad belőlünk az élet. Mert az mi életünkhez nem kell, hogy valami legyen. Ezt a világ nem is érti. Egy volt osztálytársam az osztálytalálkozón megkérdezi, hogy mi az én új életem, mit csinálok? Gyülibe járok, olvasom a Bibliát, és ők kívülről nem látják, mert ez szellemi. Mert ez szellemi. Egy testi ember nem is érti azt, hogy én miből merítem az életemet. Bárcsak ne lennénk mi is testiek, amikor már mi se értjük, amikor már ülünk benne a gyülekezetben, és azon gondolkodik, hogy minek örül az a másik testvér, aki ott dicsőít. Amikor mi már bejövünk, és csak a dicsőítést látjuk, meg az embereket, meg a fiat, aki is, az is ember, mindenki ember. Csak csinálják ezt a gyülekezetet, az emberek. Pedig van élet. És azok az emberek, akik könnyes szemmel dicsőítenek, azért nem azért dicsőítenek, mert annyira ájtatosak, hanem azért, mert találkoztak Jézussal. Az élet forrásával. Létezik ilyen. Van ilyen. Volt ilyen, vannak közülünk sokan, akik már megtapasztalták Jézust így. Vannak, akik mind a mai napig megtapasztalják. Vannak itt, akik már rég nem tapasztalták meg így Jézust. Vannak, akik már rég más kuthoz járnak inni. De ez nem baj. Mert mindig vissza lehet jönni ez a kuthoz. És nem azzal az ígérettel, hogy majd megváltozok, Istenem, hanem csak jönni kell, úgy, ahogy vagyunk. Annyira tetszik nekem az, ahogy a János 4-ben a samáriai asszonynal úgy kezdi a mondatot Jézus, úgy kezdi a beszélgetést. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adjinom, te kértél volna tőle. Ha tudnád, ki van itt. Ha tudnánk, ki van itt ma velünk. Ha tudnánk, ki az, aki ma itt van velünk, akkor mi kérnénk, hogy adjon inni. Mert az a valaki, aki ma itt van velünk, ő akar inni adni. Ő akar forrást nyitni. Itt és most. Mindenkiben. Ő volt az, aki
aki elkiáltotta magát, hogy mindaki, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Hogy gyere, így áll. És a jelenések könyve, a Bibliának az utolsó szavai így zárulnak. Jelenések 21.6. És azt mondta nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjúzónak az életvizének forrásából. Ingyen. Ingyen. És a jelenések 22.17-ben azt mondja, a lélek és a mennyasszony így szól, jöjj! Aki csak hallja, az is mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez annak a Jézusnak a kiáltása, aki ma itt van, aki ma itt van velünk. És ha rég nem ittál ebből a kútból, akkor ma van a napja, hogy vissza kell térned hozzá. Vagy így, bocsáss meg, forrásból. Ez nem kút, ez forrás. Ma van a napja. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, én köszönöm neked azt az életet, amit benned kaphat egy ember. Köszönöm azt az életet, ami a miénk lehet. És az, hogy a mi kereszténységünk messze-messze többről szól, mint a gyülekezetnek a mindennapjairól, vagy az életünk jó cselekedeteiről, vagy a hitünk megvallásáról, hanem a mi életünk arról szól, hogy létezik egy Isten, aki az életnek a forrása tud lenni. Még akkor is, ha semmink nincs ezen a világon. Akkor is. Jézusom, én ezt köszönöm. És Jézus, bocsáss meg nekem. A saját nevembe beszélek, hogyha én nem jöttem ehhez a kúthoz, Uram. És most én is ehhez a kúthoz szeretnék járulni. Én is a te forrásodhoz szeretnék járulni. Szeretnék az élet vizéből venni. Én egy szomjúzó ember vagyok, Uram. Kérlek, Istenem, adj nekem az élet vizéből ingyen. Mi itt vagyunk előtted, mint egy gyülekezet, és szeretnénk belőled táplálkozni, mert ha mi nem vagyunk veled, ha nem maradunk benned, ha a te életed nem jár át bennünket, nem tudunk semmilyen gyümölcsöt teremni. Csak emberek vagyunk, akik magunkra nézünk, és azt érezzük, hogy hát ez nem fényes, ez nem elég. De ma este le akarjuk venni a szemünket magunkról, és szeretnénk rád emelni. Szeretnénk kérni, Uram, hogy elégíts meg bennünket. Jézus nevében. Amen. Amen.